Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem Ecsedi Mária, festőművész. Csókolom a kezed, örülök, hogy találkoztunk. Végre már tehetem hozzá. Beszélgetésünk apropója először is az, hogy 400-os jubileumát ünnepelte az Székesfehérvári Művészek Társasága. Egyébként pedig nagyon fontos beszélni arról, hogy Székesfehérvár, mert a belvárosra gondolok elsősorban, nagyon kevesen tudják, én magam is azt tapasztaltam, és erről majd később külön szót ejtünk, hogy amerre járunk, ott jószerivel Ecsedi Mária alkotásai között kell, hogy, és kevéssé vesszük észre. Ez az én tapasztalatom. Viszont beszéljünk az eredendőről, evezz a mélyre. Beszéljünk az alapvetésekről, hiszen 1966-ban végeztél. Na most ehhez azért tudni kell, hogy egy ifjú hölgy egy miként választ magának hivatást. Minden kicsi lány a kezében a ceruzával született, kisebb, kevesebb, több tehetséggel. Na, de ez hogy történt? Jó estét kívánok, neked is, mindenkinek. Hát ez nagyon egyszerű volt a mi családunkban, mert az édesapám építészmérnök volt, de a gazdasági válságra való, hogy mondjam, hivatkozással lett ő építészmérnök, és nem művész, mert nagyon tehetséges volt, kimondottan maradtak vázatfüzetei, és tudtuk még kicsikorunkból is, hogy nagyon nekünk, gyerekeinek rajzolt sokszor sok mindent. Tehát ő tőle mindenképpen örököltem. A testvéreim is, testvéreim között is van olyan, aki ezt a képességet örökölte, de a legjobban én szálltam rá erre a vonalra, hogy úgy mondjam, úgyhogy én már a képzőművészeti gimnáziumba jelentkeztem, ahova föl is vettek. Nagyon boldog voltam akkor is. Nagyon jó 4 év volt. Kifedezte fel a tehetségedet, hiszen azért előbb-utóbb az ocsú elválik a búzától, ha úgy tetszik. Nem kellett különösebben felfedezni, mert valahogy nyilvánvaló volt, hogy nekem ehhez jó érzékem van. Tényleg egészen kicsi korom óta rajzolgattam, mint minden gyerek, de én azért sokkal jobban, hogy úgy mondjam. Szóval ez nem, hogy mondjam, ez nem olyan dolog, amit ne lehetne kimondani. Rengeteg gyerek van, aki sok gyerek van, aki hasonlóképpen van, aztán mégis eltérül. Hát én nem térültem el, én megmaradtam emellett, és nagyon, hát egyszerűen ezt szerettem, ezt tudtam, ezt szerettem, és ezt műveltem folyamatosan, tehát tudom én, 4., 5. általános koromban már rendes szakkörökbe jártam, és nagyon jól működtem. Tehát egyenes utad volt a főiskolára. Mit lehetett akkor megtanulni a főiskolán? Ki volt az a mestered, akire máig is szívesen emlékezel? A főiskola az nagyon más volt akkor, mint manapság. Én ezt hallom, hogy a mai oktatás milyen ott. Akkor még valóban stúdiumokat rajzoltunk. És utána mondjuk első évben is már talán festettünk, rémlik, igen, fejet festettünk, de aztán másodiktól már aktot is, és kompozíciókat festettünk, amik úgynevezett beállítások voltak, ami azt jelenti, hogy modell valamilyen pozitúrába a mesterrel együtt a demonstrátor, aki egy 5-6 éves növendék volt, azok intézték ezeket a dolgokat, azt beállítottuk, ezt úgy hívtuk, hogy beállítás, egy pódiumon, egy dobogón elhelyezkedett, és arról csináltunk tanulmányrajzot, 1 hetes rajzot mondjuk, vagy 2 hetes rajzot, ami azért hosszú idő, egy egész délelőtt volt, mindig a szakmai órák azok délelőtt voltak, és az elméletiek délután. Na most ez azért alkalmas volt arra ez az idő, hogy azért rendesen begyakorolja az ember ezeket az alapvető tudnivalókat, amik aztán egész életében megmaradnak az embernek, ezek a stúdiumnak az eredménye, és én nagyon észreveszem sokakon, akiknek erre nem volt alkalmuk, hogy ez hiányzik, sokaknál hiányzik. Tehát egy mai kortárs autodidakta művész. Hát nem csak az szinte, szóval hogy mondjam, a tanulmány az én szerintem minden téren
nem csak ezen, minden téren elmulaszthatatlan tulajdonképpen a tanulmány évek. És ezt én nagyon tapasztalom magamon, hogy mennyire segített ez végig. Na most a mesterrel az a helyzet, hogy a mestert nem lehetett akkor, amikor a mi évfolyamon került oda, nem lehetett választani. Előtte volt olyan, hogy lehetett mestert választani. Azok szerencsésebbek voltak, mi már nem voltunk ilyen szerencsések, és így én egy olyan mesterhez kerültem, akivel valahogy nem tudtam egy huron pendülni, hogy úgy mondjam, hogy egy nevezőre jutni, nem tudott nekem elég is segíteni, mert ő egy ilyen konstruktív beállítású ember volt, én pedig messze nem olyan voltam soha. És ezért nem eléggé volt nekem ez a dolog szerencsés, azért én végigcsináltam ezt az 5 évet, és hát végül is. Miként választottál stílust magadnak? Hát ez szerintem ez az embernek belső indítatása, hogy lesz-e mondjuk realista, amilyen én vagyok, realista, és azon belül aztán vannak árnyalatok, természetesen nem a naturalistától kezdve, vagy a hipernaturalistától kezdve, a fotonaturalizmuson át, a, hogy mondjam, az impressionizmus is egyfajta realizmus, hogyha úgy vesszük, sok minden belefér. Én tulajdonképpen ez vagyok. Aztán sokan eltérültek egészen különböző irányokba az évfolyamból, többen, meg hát a főiskoláról úgy egyáltalán, mert ezt azért szúrom közbe, hogy azért beszélek ilyen nagyobb általánosságba, mert akkor még nagyon kicsi volt a főiskola létszáma, olyan 150 körüli volt, ami azért nagyon kevés embert jelent egy egyetemi szintű intézménynél, és mindenki mindenkit ismert. És ott aztán tényleg sok minden előfordult, stílust kérdezted abból a szempontból, hogy ki hogy áll hozzá, ki hogy fogja föl, ki hogy módosítja az évek során a működésének a formáit. Szóval ez egy érdekes dolog volt látni másokat, hogy alakulnak, és az embernek magán megtapasztalni, hogy mi minden érinti meg, és aztán mégis elveti, és végül is hol köt ki. Hát én mondom, egy ilyen realista alkat vagyok. A 60-as évek közepén, ahogy Cseh Tamás mondaná, amikor tetőzött az ifjúsági probléma. Akkor érkeztetek meg. Azóta az én azt mondom, a legendaság első lépcsője. Mi fogadott Székesfehérváron? Benneteket? Fehérvár az nem... Egy poros-koszos mezőváros volt. Nem. Erre a motivumra nem emlékszem éppen, de mindenképpen ahhoz képest nagyon egysikú volt. Egysikú volt. Kicsi volt, nagyon kicsi volt Pest után, minden irányban, minden tekintetben a a szórakozási, vagy de most a szórakozás alatt nem azt értem, amit a mai gyerekek, ezeket a diszkóügyeket, meg egyebeket, ami persze normális, hogy ma éppen ez jelenti sokaknak a szórakozást, de szóval a leülős helyektől kezdve ahol rendesen lehetett mondjuk beszélgetni, attól kezdve azon folytatva, hogy tudom, összesen 2 mozi van egy ilyen városban, azért az nagyon furcsa volt nekünk, akik nagyon szeretük a jó filmeket, és nagyon néztük, akkor voltak Fellini filmek, új vadonat, újakat hoztak szinte rögtön, Antonioni filmeket, francia új hullám akkor volt fölfutóban, úgyhogy ez mind nagyon-nagyon érdekelt bennünket, és figyeltük, néztük. Azon ezeken át egészen odáig, hogy a barátaink ugye ott maradtak Pesten, az is nagyon hiányzott az embernek, úgyhogy szokatlan volt ez az egész életforma, amiben én itt belecsöppentem, de hát jöttem, mert ugye férhez mentem Újházi Péterhez, aki idevalósi volt, és itt volt lehetőségünk arra, a szülei nagyon nagyvonalúan befogadtak minket, és így aztán... Ugyanakkor kezdtük. Itt volt legendákkal, vette magát a művész élet, az irodalmi élet magát körül, hiszen itt volt a Kowalowski Márta, Kovács Péter, Fici Jenőék, Petres Éva néni, nem sorolom, de azt hiszem, hogy volt élet.
Tehát a beilleszkedés nehézségein túl azt hiszem, hogy a fiatal alkotók lubickolhattak ebben a közegben. Ez igaz, nagyon igaz, de azért ezek el kellett, hogy teljen pár év, hogy mi ebbe a társaságba bekerüljünk, beilleszkedjünk. Tudnélik, azért a múzeum az egy zárt közösség volt, természetesen nagyon, nagyon egyfajta szakma ez is, és ezért évek múlva csak alakult ki az, hogy összeismerkedtünk a Kowalowski házaspárral először, és utána én bekerültem a múzeumba olyan módon, hát egy ilyen külsős munkatársnak, hogy régészeti rajzokat csináltam például, meg akkor ugye rendszeresen volt a kiállítások a múzeumban, ahova még tablókat kellett készíteni, magyarázó tablókat, meg grafikus tablókat, amikhez én értettem. Ez egy ilyen alkalmazó grafikának egy bizonyos fajtája volt, és mi ezt pénzkereset céljából a főiskolán gyakoroltuk ezt a dolgot, úgyhogy ez nekem ment, és így kerültünk tulajdonképpen először a múzeummal kapcsolatba, és utána, ugye amikor Péternek megvolt az első kiállítása az István Király Múzeumban, akkor attól kezdve már mint szorosan szakmabéli is odafigyelt ránk a Kowalowski Kovács házaspár például. Ugyanakkor az alkalmazott grafika megmaradt. Tehát ha úgy vesszük, akkor a 10 esztendeig legalább. Ez így van, ez is így van. Tudnélik, én ugyan nem ezt tanultam a főiskolán, de hát azért ott a főiskolán sok minden ragadt az emberre. Így aztán az is, hogy olyasmi, hogy plakát, vagy könyvborító, vagy meghívók kitalálása, elgondolása, ez nem okozott nekem például, nem okozott Péternek sem, csak ő sokkal kevésbé foglalkozott ilyesmivel, mert ő szisztematikusan és folyamatosan festett. Egy évig tanítottam, rögtön az idekerülésünk után én is, és ő kettőig tanított, ő egy általános iskolában, a Zentai útiba, én pedig az akkori József Attilában, most Ciszter gimnáziumban tanítottam rajzot, meg a gépipari technikumban, ami most a Széchenyi, tanítottam ábrázoló geometriát. De mérhetetlen keveset kerestünk, szóval tényleg én óraadó voltam, csak például nem voltam állományba se véve, és így aztán annyira keveset kerestem, hogy ott kellett ezt hagynom, és akkor kezdtem el aktívabban ezt a reklámgrafikai dolgot csinálni. De azért szóval kiderült, hogy a kényszer volt, de a kényszerből is lehet várat építeni, lásd. Hát igen, igen, jó dolgokat találkoztam, és ezért én szerintem jó dolgok is sikerettek. Sok kulturális rendezvény volt a városban, a művelődési ház, a megyei művelődési ház csinált nagyon sokat, a Videóton művelődési központ, és ahhoz például volt a Videóton Jazz Fesztivál, az éveken át volt, azt többször csináltam ilyen plakátot, aztán a város. A város adott rendszeresen nekem munkát, az Albarigia Napok plakátjait például sorozatban csináltam, érmet is csináltam az Albarigia Napokra. Mikor jöttek az új kihívások? Ez nyilván, ez viszont nem volt kényszer, hanem megérlelődik. Jön az ihlet, bizonyos értelemben egy átgondolt folyamatnak, igen, a része, első lépcsője. Uh-huh. Melyik volt ez a pillanat? Nem volt pillanat, soha nem pillanatok ezek, hanem folyamatok tulajdonképpen. Szóval azért én ugye úgy tekintettem magam, mint képzőművészt, mivel hogy valóban ezt végeztem. És én ambicionáltam is, hogy szerepeljek. Minden évben volt megyei kiállítás, az minden évben, ahova az ember szabadon adhatott be munkát, és ide mindig igyekeztem azért új dolgokat produkálni, és eleinte ugye a műterem, az szó sem volt arról, hogy legyen valami műterem, úgyhogy az ember kicsit szűkösen volt munkahely tekintetében, és ezért aztán linometszeteket, fa metszetet, ilyesmit kezdtem csinálni, és ezekkel szerepeltem rendes, úgynevezett rendes képzőművészeti kiállításokon. És ezeket nagyon szerettem. Aztán jött a szerelem már, mint az én szerelmem. Nagyon jó Székesfehérváron járni, erről beszéltünk. Igen. Egyébként most visszatérek, a kiállítás előtt találkoztam Matúz Jánossal, és
azt vitattuk meg, hogy az emberek többsége, sajnos tehetjük hozzá, annyira hozzászokott a belváros szépséghez bizonyos értelemben a zászlóerdőhöz, a cégérekhez, az órajátékhoz, hogy jószerűen nem is figyelünk rájuk, és nem tudjuk, hogy azok az alkotások a te alkotásaid méghozzá. Azt hiszem, hogy gyönyörűek, és nem csak azért mondom, mert hogy most itt vagy, egyszerűen rácsodálkozom. Azóta én is így járok egy körben felemelt fejjel, mert hogy büszkék lehetünk rá. Honnét jött a gondolat a textil munkákhoz? Hiszen ezek nagyon egyediek mind, és ráadásul egyik oldalról tükrözik a történelmi korokat, a változásait, és mind egyedi, mind eredeti. Pont a textilek viszonylag későn kerültek az én érdeklődésem középpontjába, olyan módon későn, hogy én is csináljam. Van ugye az ipar, van a képzőművészeti főiskola, és van az iparművészeti főiskola. Az iparművészeti főiskolán van textil szak, ahol a goblentől kezdve a nyomott textilig, meg a textil tervezésig sok része van ennek a dolognak, és mivel hogy eléggé féltékeny minden szakma, kicsit van, hogy jobban van, kevésbé, de féltékeny a saját értékeire, a saját színvonalára, és ezért nem szeretik azt, aki kívülről, úgynevezett kívülről beleavatkozik az ő szakmájukba. És én eszembe se jutott, hogy mint textiles, szóval textilesként lépjek fel. És az adta a lökést, hogy 1996-ban a városi képtár, Szűcs Erzsébettel az élen, hirdetett egy pályázatot, akkor azt hiszem, nem csak városi művészeknek, hanem országosan a Millennium ezredik évfordulójára, és hát a Millenniumra, ugye, az államalapítás évfordulójára, és akkor gondoltam, hogy varrok egy textilt. Volt olyan ember, aki itt a városban is, aki ezt citáztatta, festette, különböző ilyen technikákat, de én kézimunkát gondoltam, hogy produkálok, és ez volt az első, amit csináltam, zászló volt, utcára került, nagyméretű volt, és nagyon, hogy mondjam, nagyon rákaptam ennek az ízére tulajdonképpen. Tehát a terv és az esetőség után jött a gyakorlati megvalósítás. Így van. Hogy lehetett ezt olyan szinten megtanulni? Hiszen ez is egy folyamat, ahogy most látjuk a mai valójában. Ehhez varni kell tudni, én szerintem. Mert a terv az rendben van, a terv az gyönyörűséges, de utána kivitelezés. Hát mondom, ez egy technikai dolog, ezt meg kell oldani, az ember kitalálja az anyagokat hozzá, kiszabja, megvarja. Ha megbírja varni egyedül, akkor egyedül varja meg. Én eleinte elég sokáig teljesen egyedül vartam minden textilt. Az utóbbi években, tehát az utóbbi két évben kértem segítséget, egy nagyon kedves varónő segít nekem, mert egyszerűen olyan méretűek ezek már, olyan, hogy 3 méter x 3 méter, szóval egyszerűen nem fér egy közönséges varógép alá be az az anyag már egyszer csak. Egy ponton már akkora lesz, hogy egyszerűen nem fér el. Hogy kapcsolódik egymáshoz a terv, a megvalósított terv, illetve az arculat? Melyik van előbb? Hiszen a kettőnek illeszkednie kell egymáshoz. Tehát a belváros arculatára gondolok. Aha. Hát ez sajnos, azt kell mondjam, hogy sajnos, hogy ez az 50 évnek az eredménye, a sajnos az csak a nagyon hosszú idő, de amúgy egy szerencsés találkozás, hogy mára már én annyira tudom, hogy úgy mondjam, ezt a Fehérvár jellegét, amit jelent országosan is, amit jelent az, hogy Székesfehérvár, amit nekem jelent 50 éve már, ahogy az emberbe beleivódott, az apróbb, nagyobb, kisebb-nagyobb motivumai, akár a város, hogy úgy mondjam, külsejének, tehát az, hogy a püspöki palota, a városházának a gyönyörű, gyönyörű barokk kapuja, az egy csodálatos dolog. Akkor a Ciszter templom kapuja szintén gyönyörű. A múzeum, ugye a Ciszter templom mellett a rendház, a Ciszter rendház, most a mostani múzeum, annak is a bejárata. Szóval egyszerűen
ezek csak a legjellegzetesebbek, de olyan sok apróbb, nagyobb, kisebb, nagyobb részlete van a városnak, ami egyszerűen beleívódik az ember tudatába, és ez valahogy kivetül. Tehát, ha úgy tetszik, a belváros arculata és a Csedi Mária motivumrendszere kézenfogva jár. Hát ez egy szép meghatározás. Jó. Motivumrendszer. A jóboltnak is kell cégér, én állítom. És amikor megyünk, megint csak magamat idézem, rácsodálkozom, főleg mostanság. Hogy én nem is figyeltem, hogy ez szabó, ez kocsma, vagy hát hagyjuk, nem kocsma, hanem söröző, vagy eszpresszó, kávéhez, vagy akárhogy, vagy kávézó, és mind fantasztikus. Ez megint illeszkedik a belvároshoz, másrészt pedig csodájára járnak. Azért tényleg, mert a külföldieket nézem, hogy mit néz, miért nem megy be a boltba, hát nem megy be a boltba, mert a cégért nézi. Fényképezik. Igen, hallottam én is, hogy azért elég sokszor megállnak emberek, megnézik. Hát ez, hál' Istennek, hogy Fehérváron van, az más kérdés, hogy ez külön szerencse, hogy az én jó voltomból is van, mert nem csak nekem vannak itt cégéreim, de valóban a legtöbbet én csináltam, mert hogy ez a dolog, ez azért Európában nagyon megszokott dolog, és nagyon nagy hagyománya van. Az más kérdés, hogy a mi háborús és egyéb életünk, éveink, mármint hogy magyarországi, az nagyon nem tett jót ezeknek a úgynevezett polgári élethez tartozó apró jelenségeknek. A háború előtt volt ennek azért tere, de sajnos az úgynevezett elmúlt 40 év azért az leszoktatott bennünket erről. Annak a vége fele már kezdtek ezek alakulni, de elég lassan. És mostanra ugye már visszajött, de kimaradt egy olyan szakasz, én úgy veszem észre, amelyik ugye a nyugatra lévő országokban jelen van, hogy a hagyományos módon készített cégéreknek van terük is, meg van igény is rájuk, meg a hagyomány. Ez technikai kérdés is? Hagyományok van. Stílus inkább. Stílus? Talán, stílus inkább, hogy az a bizonyos kézműves hozzáállás egy ilyen cégért csináláshoz, az veszett nálunk. Tehát az időszak maradt ki, vagy nem jött vissza úgy újra, mint ahogy ott folyamatosságában megtörténtek azok az újabb és újabb cégér állítások Nyugat-Európában például. Úgyhogy itt sokan mindjárt a leegyszerűsített formájú dolgokhoz kapcsoltak az új tulajdonosok, meg az új intézmények, ilyesmik, az úgynevezett nagyon modern, nagyon mai megoldásokhoz. A futószalagon gyártott műanyag, akár vagy fém. Műanyag, vagy igen, különböző fém dolgok. Úgyhogy az iparművészek nagyon igyekeznek szerintem, mert van olyan, hogy kovács iparművész, van ez a szakma például, és szerintem ők igyekeznek ezt úgynevezett pótolni, de hát az nem lehet igazán ezt már behozni. És én meg valahogy, nekem ez tetszik, én szeretem a kézzel készült munkákat, meg, hogy mondjam, valóban, ami egy kicsit ilyen visszatekint a régebbi megoldásokra, a régebbi formákra, olyan, hogy figurális legyen például, nem tudom, hol láttam valami, nagyon szép volt valami, gyönyörű kis hajó, de valami olyan csodálatos, hogy az ember elámul egy üzletnek a cégéreként, nem is tudom a profilját se az üzletnek, azt sem tudom, hogy hol láttam, de hát egyszerűen lebilincseli az embert az a mívesség, ahogy szokták mondani, ahogy az kinéz, és így aztán ez nekem úgy számított, hogy ilyesmit szerettem volna én csinálni. Igen. Tetten érhető ez egyébként az órajátéknál, hogy van, aki 3-4 korod övölgy, egy másodpercet sem ulasszon, mégpedig azért, hiszen történetet mesélsz el az alakokkal. Ez egy jó meglátás. És közben még ráadásul az óra is működik, tehát látjuk, hogy mennyi idő van. És akkor ott nézzük, és ha esetleg nem figyeltünk oda, akkor visszamegyünk még egyszer. És elmélkedünk azon, gondolkodunk, hogy ez vajon melyik történet. Visszaköszön-e nekünk a tanultakból?
Ez egy jó meglátás, hogy történeteket mesélek, mert tulajdonképpen persze, hogy egy cigirrel azért, szóval nem árt azért mértéktartónak lenni, mert az a cél, hogy tudja az illető, hogy ez egy ilyen üzlet. De nem mindig érdemes mereven ragaszkodni ehhez, hogy egy dolgot közöljön, hanem egy kicsit, hogy érdekes legyen, hogy fölhívja a figyelmet arra a helyre, ami előtt lóg például. Na most visszatérve az órajátékra, ez valóban nem volt olyan sima, hogy pont ilyen lett, amilyen lett végül is, és úgy tűnik, hogy jó döntés volt ez így. Tudnélik, arról volt kezdetben szó, hogy történelmi órajáték, ez a királyok városa, ugye Fehérvár, a királyok, a magyar királyok legyenek azok, akik ott megjelennek. Na most mivel, hogy én úgy gondoltam, hogy azért az nem biztos, hogy elég érdekes az, hogy egyforma férfi, egyforma, olyan módon egyforma, hogy persze a kor változásával a ruhájuk némiképpen változott. De azért alapvetően, hogy mondjam, nem lehet érdekessé tenni egyforma férfi figurákat, nagyjából egyforma királyi pompában lévő szakár, koronakar, palást, ugye? Igen, tulajdonképpen portrészerűen nem lehetett, mert nem voltak akkor még olyan portrék, amik után dolgozni lehetett volna. Szóval a lényeg az, hogy meg nem csak ez a része, hanem az például, hogy a gyerekeknek is, tehát a fiataloknak is legyen valami információ, meg valami érdekesség ezen az egész sorozaton, akik ott megjelennek figurákon, és ezért gondoltam, hogy olyan figurákat kell közbeiktatni, királyi, de nem csak király, akik a királyi családhoz tartoztak, de valami legenda fűződik hozzájuk. És így lett például, vagy így került bele, mint király Szent László, akinek van egy legendája, amit rengeteg népi helyen, hogy úgy mondjam, tehát ahol a közvetlen a nép bármilyen rétege találkozhatott vele, amit elmesélt, ez az ábrázolás, az a bizonyos kunvitézzel való harca Szent Lászlónak, amikor meg kellett egy leányt menteni a kunvitéz kezéből, és ennek az ábrázolása mindenhol előfordul az egész magyar területen is, gondolom, hogy... Igen, Erdélyben én magam is láttam. Igen, sok templomban, meg Szlovákiában is. Magyar területen is van, hál' Istennek. Például ez, de utána Szent Margit és Szent Erzsébet, két nagyon kedves női szent, árpádháziak ezek is még, akikhez szintén legendák fűződnek, szerintem ezt nagyjából azért ismerik az emberek, csak elfelejtődik, hogyha az ember egy kicsit nem rakja ki a szemük elé. És aztán Mátyás, aki egy látványos uralkodó volt olyan szempontból, hogy a reneszánsz képviselője volt, tudjuk, hogy rendkívül nagy kultúrapártoló volt, a korvinái világhíresek, és dekoratív is már az ő megjelenése egy reneszánsz uralkodónak, ugye már más, mint a középkoriaknak. És így aztán végül is, hát túl sok figurát nem lehetett azért. De kerek a történet. Igen, így kerek a történet. Az új évezred meghozta annak a lehetőségét, összefogással természetesen, hogy megalakuljon a Székesfehérvári Művészek Társasága. 2002-t írtunk, ennek ünnepeltük a tárlatokkal a 25. születésnapját. Nos, azt hiszem, hogy itt volt az ideje. Alapító tag voltál, és azt hiszem, hogy ez egyik oldalról rang, hiszen itt vállalkozni is kellett, vállalkozó szellem is kellett hozzá, hogy valaki úgy döntsön, hogy egy csapatot alkot. Függetlenül attól, hogy azért mindenki egyénileg boldogul a képzőművészek közül nyilvánvaló. Ennek kapcsán kérdezem, hogy ugye most kiállítás sorozaton vagyunk túl, remekül sikerült egyéb iránt, mi magunk is beszámoltunk róla, de hol tart ma a kortárs képzőművészet? Székesfehérváron. Azért kérdezem Székesfehérvárt, mert nagyon-nagyon sok tárlat van hétről hétre, mondhatom. Úgy érzem, hogy kicsit túl sok is időnként. Mostanra már napjainkra nagyon megváltozott a
a művészethez való viszonyuk az embereknek, meg a médiának is a művészethez való viszonya, és maga a szakma, mert ugye ez is egy szakma, mármint hogy a képzőművészkedés, vagy az iparművészkedés, ez is egy szakma, egy szintig szakma. Utána pedig, vagy hogy mondjam, ha igazán valaki olyan szinten műveli, akkor lehet azt mondani rá, hogy művészet. Most ezt túl könnyen alkalmazzák manapság ezt a szót, hogy valaki művész. Szerintem túlságosan könnyedén. Szívesen mondják az emberek magukról, aki azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán az, de ügyeskezű, vagy mások annak tartják, és vagy esetleg valóban nagyobb képességű, mint sok más ember, kedve van ehhez a dologhoz, és valahogy rögtön kineveződik, vagy kinevezi magát művészé. Hát ez egy, nem tudom, hogy régebben ez mennyire volt így, de én úgy látom, hogy mostanában ez jobban így van. Szóval annyira támogatja a köz gondolkodás is azt, hogy valaki kiélje az úgynevezett művészi hajlamait. Ami helyes, mert jó az, hogyha az emberek kipróbálják magukat, meg szép, jó dolgokkal foglalják el magukat például, de az a mértéktartás az sokakból nagyon hiányzik, hogy attól még, hogy egy bizonyos átlagos színvonal fölött tud valamit produkálni ezen a területen, mondjuk a képzőművészet területén, az még nem jelenti azt, hogy ő művész lesz. Hát ez az, amire nincsen mérce. Nincs mérce tulajdonképpen, vagy olyan mérőeszköz, amivel ezt úgy garantáltan lehetne eldönteni. Viszont ezzel együtt ezzel sokan nem törődnek, és élnek ezzel a lehetőséggel, hogy most ők... Tehát létezik a kettőség. Annak tettek, hogy kimondják. Ez egy erős kettőség. Na most én mindig azt szoktam mondani, meg úgy is kezelem a saját dolgaimat is, hogy én egy kézműves, részben kézművesnek tartom magam, ami művelet, hogyha sikerül valami többet beleadni, mint egy átlagos kézműves, ahogy dolgozik, vagy amit ő tud produkálni ezen a területen, akkor az egy nagy szerencse és nagy adomány, de az, hogy mikor válik valami művészetté, az egy rendkívül nehéz dolog. Pláne mondom, manapság még hozzájön, nagyon erősen hozzájön a számítógépnek a használata, és az a tudás, ami ahhoz kell, hogy azt valaki kezelje. Mindenféle programok vannak, mint tudjuk, ilyen grafikai program, meg festői program. Szóval olyan, hogy egy festményt lehet készíteni, ezt mindenki jobban tudja, mint én, mert én nem értek hozzá, de láttam már így előállítani dolgokat, és nagyon érdekes, és nagyon nehéz egy átlag embernek megkülönböztetni az olyan módon készült munkát, megkülönböztetni egy nem művészi munkát, egy művészi munkától, úgy első ránézésre. Szóval ennek még érlelődnie kell szerintem így az évek során, és hát még azt hozzá kell, hogy tegyem, bocsánat, hogy viszont új művészeti ágak keletkeztek, most már a képzőművészeti főiskolán van olyan szak, hogy intermédia szak például, meg még hát egyebek is, amiket nem is tudok igazán eléggé, tehát nagyon a szakok nagyon differenciálódtak, a különböző szakok, és például most a Romkertnél az egyik tagunk, a Falvai Miklós, a Romkert falára, ott a Bazilik, nem, hogy hívják, az nemzeti emlékhely falára, vetítenek minden pénteken, szombaton egy nagyon jó kis filmet, ami egy összeállítás arról, hogy milyen lehetett belül a bazilika. Igen. Belül is, kívül is, és nagyon szellemesen van összehozva különböző megoldásokkal, amihez én mondom technikailag egyáltalán, én csak csodálom ezeket, és ez művészet, ez is tud művészet lenni. Kecsegtelen. És tud csak egy érdekesség is lenni. No, köszönöm szépen. Mit illik kívánni egy alkotó embernek?
nyugodt életet, ihletet, megrendeléseket. Megrendeléseket, nyugodt életet, boldogságot. Köszönöm, hogy egy jó megtiszteltél város. Bennünket. Egy jó város, mint Fehérvár. Amen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Ecsedi Mária festőművész volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra.